500 eurós büntetést rót ki a Román Kosárlabda Szövetség Fegyelmi Bizottsága a kolozsvári és a jászvásári női csapatokra, amiért annak szurkolói magyar ellenes szövegeket kiabáltak. A Sepsi Szik október 28-án játszott Kolozsváron, most hétvégén pedig Jászvásáron lépett pályára, de mindkét mérkőzésen több rendbontás is történt. A szurkolók rasszista és magyar ellenes megnyilvánulásai miatt a Román Kosárlabda Szövetség megpróbált tenni, de az 500 eurós büntetés nem tűnik túl szigorú döntésnek, tekintve, hogy nem ez volt az első eset. Kristálykupa néven szerveztek műkorcsolya versenyt Csíkszeredában. A romániai sportolók mellett Németországból és Angliából is voltak résztvevők. A csíki műkorcsolyázók 4 érmet szereztek. A felnőtteknél Kecskés Dorián győzött, a nagy ifjúságiaknál Kenés Zselyke második lett, a kis ifjúságiaknál Tulit Lehel második, Stojka Krisztina pedig 3. helyen végzett. Legyőzte a bukaresti Steaua által csíkszeredai sportklub jégkorong csapata. A kékfehérek 3-0-ra nyertek a katonacsapat ellen. A csíkkarcfalvi műjégpályán fogadta a sportklubot a bukaresti Steaua, amely egy jó ideje a Hargita megyei településen tartja hazai mérkőzéseit. A mérkőzést a csíkiak kezdték jobban, akik Moldován Ervin révén már az 5. percben megszerezték a vezetést. Ezután a Steaua kezdeményezett többet, de a csíkiak végül az utolsó harmadban még ütöttek 2 gólt, és simán nyertek 3-0-ra. Mindig úgy van, hogyha egy csapat nyer 3-0, 4-0, 5-0, akkor azt mondják, hogy ez simán megverte a másik csapatot. Hát mi egyáltalán nem így láttuk a kis padról. Steaua ambiciózusan játszott végig ellenünk. Második harmadban főleg nagyon sok helyzetet hagytunk ki. Itt ebből kifolyólag nem tudtunk nagy eredményt elérni. A két csapat ma este ismét összecsap, de pontokért lép jégre a gyergyószentmiklósi Progim is, amely a bajnoki címvédő Galac csapatát fogadja. A román bajnokság élén a brassói korona áll.